Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 27-én teli holdban. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Részt vehetsz ezen a szertartáson, jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mit jelent egy teli hold? Amikor a nap és a hold szemben áll egymással. Hiszen a holdnak nincs saját fénye. Az, amit látunk, amit a naptól kap. Ha szemben vannak, akkor a nap meg tudja világítani a holdat, és ezért látható számunkra. Az indiai számítás szerint ez az új hold a Bika jegyében van a Rohini holdházban. Van különbség az indiai asztrológia és a mi általunk ismert asztrológia között. Ez egy más számítás, de nagyon precíz. Ez abból adódik, hogy a tavaszi pont elcsúszik. És az, hogy ez megváltozik, ezt beszámítják az indiai asztrológusok. Viszont a mi általunk ismert asztrológiánál ez nincs figyelembe véve. Például 4500 és 1700 között Krisztus előtt, Krisztus születése előtt, ez szerint a számítás szerint, akkor a tavaszi pont még a Bika jegyében volt. A Bika jegyében van Aldebarán, ez a Bikának a szeme. Mivel annak idején a tavaszi pont itt volt, ezért Aldebarán az egyik királyi csillag. De elhúzódott a tavaszi pont, elbúcsúzott a Bika jegyétől, áttért a Kos jegyébe, és a mi általunk ismert asztrológiánál még mindig így számítják ki a horoszkópokat, minthogyha ez a Kos jegyében lenne. De a tavaszi pont nem a Kos jegyében van tulajdonképpen, hanem áttért már a Halak jegyébe. És ezt veszik figyelembe az indiai asztrológusok. Tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy én nem a mi általunk ismert asztrológiával dolgozom, amit én annak idején tanultam, hanem áttértem az indiai asztrológia területére. De visszatérve erre a teli holdra. A hold a Rohini holdházban van, ahol nagyon-nagyon jól érzi magát, hiszen ez a holdház lefordítva tulajdonképpen hajnalt jelenti, és az indiai mitológiában Rohini az egy fiatal, gyönyörű lány, a hold pedig egy szép férfi, és beleszerettek egymásba. És ez a holdház szimbolizálja ezt a gyönyörű új kezdetet, szimbolizálja a szerelmet. Ezért a mai napon, tehát november 27-én, amikor ez a teli hold lesz, tehát ezen a napon megvan ez a szerelmi energia, hiszen a teli hold a Rohini holdházból hat ki ránk. Azon kívül Mars bolygó, az utal a férfiakra, pontosan szemben áll a teli hold
és Mars bolygó képez egy úgy nevezett opozíciót. Itt tükröződik valami különösen a férfiakat illetően. De kell a belső egyensúly, vagy kell mérlegelni a dolgokat, mert ez olyan, mint egy mérleg, amikor szemben állnak. És itt nem szabad, hogy a mérleg kibillenjen, és ez kiad a férfiakra. Itt anyai témákról is lehet szó, hiszen a hold az szimbolizálja az anyukát. De jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, tehát kihat az érzelmi világunkra. Ami bennünket, hölgyeket illet, Vénusz bolygó, az a szűz jegyében van, a föld elemében, a teli hold a bika jegyében van, szintén a föld elemében, így mi, hölgyek is megkapjuk ezt a segítséget most a teli holdtól. Vénusz bolygó tulajdonképpen nem érzi jól magát a szűz jegyében, azon kívül Kétú ott van a közelben, és itt vannak nálunk hölgyeknél kármikus témák, kihat az érzelmeinkre és a múltra. Itt vannak gyönyörű emlékek a múltból. Ez lehet a korábbi életünk is, hiszen Kétú az jelenti ezeket a kármikus témákat is. Ezeket a szép emlékeket meg kell őrizni és ápolni. De vannak olyan emlékek is, ami könnyeket vált ki belőlünk, vagy csalódásokat idéz elő, egy szomorú hangulatot. Ezektől az emlékektől és könnyektől el kell búcsúzni. Vénusszal és Kétúval szemben van Ráhú a halak jegyében. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelenti a jövőt. Egy új irányt, vagy változásokat, vagy egy kiútat egy bizonyos helyzetből a halak jegyéből hat, ahol érzelmekről van szó, vágyakról, vagy elképzelésekről van szó, és az a fontos, hogy különösen mi hölgyek ebbe az irányba tekintsünk. Ott van szemben, ez is olyan, mint egy mérleg, itt is mérlegelni kell a dolgokat, megtartani a szép emlékeket a múltból, de nyitottnak lenni arra, hogy lesz egy változás, és megvan arra a lehetőség, hogy az álmainkat éljük, hogy azt meg tudjuk valósítani. Visszatérve a Holdra és Mars bolygóra. Van egy kapcsolat a Hold és a Nap között, van egy kapcsolat a Hold és Mars bolygó között. Szemben állnak egymással. A hold nagyon erős hatással van ránk, mert a hold a bika jegyében, különösen ebben a gyönyörű rohini holdházban nagyon szépen ki tud bontakozni, és kihat a szerelmi élet területére. Hiszen a hold és rohini az egy szerelmes pár. Rohini az a nagy szerelme a holdnak. Az indiai mitológiában a hold az egy fiatal, gyönyörű férfi, és Rohini egy fiatal, gyönyörű lány. Mars bolygó is erős, hiszen Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, és uralkodik a Szkorpión jegye felett, és megvan ez az erős kihatás,
Mars bolygó részéről, ami utalhat a mi életerőnkre is, ahol be tudjuk bizonyítani magunkat, de jelenti a férfiakat is, ebben az esetben kihathat a párkapcsolatra. Ami még fontos, hogy Merkur bolygó a határon van, a Szkorpión jegye és a Nyilas jegye között. Itt van egy különleges energia mező, ami segít a spirituális területen. Tehát, ha olyan témákról van szó, ami az érzelmeinket illeti, vagy a gyógyító erőt, vagy ezt a spirituális területet, akkor Merkur bolygó nagy segítség számunkra. Itt akkor van mozgás, cselekvés, tanulás, kommunikáció. Viszont, ha anyagiakról van szó, vagy pénzügyi dolgokról van szó, ez az energiamező, ahol jelenleg Merkur bolygó található, inkább egy hátrány. Ez azt jelenti, hogy most így a napokban bizonyos szerződéseket aláírni, ahol kereskedelmi kapcsolatokról van szó, vagy anyagiakról, vagy nyereményről, nem előnyös, sőt, azt is mondhatnám, az veszteséghez vezet. A hold. Ez a teli hold a bika jegyében van, ebben a gyönyörű rohini holdházban. Itt ezen a területen van az aranykapu az ekliptikán. Én ezt össze szoktam hasonlítani Holle anyó meséjével, hiszen a teli hold itt van az aranykapu alatt. És itt ennél az aranykapunál döntésekről van szó, hogy megvan-e a hit abban, hogy egy álom, egy terv megvalósuljon, vagy nem hiszünk benne. Mi döntünk a hozzáállásunkkal. És visszatérve a mesére, Holle anyu meséjére, mi döntünk most, hogy mi vagyunk a szerencsés Mari, az arany Mari, vagy ez a szutykos Mari, ami veszteséget jelenthet. Ez attól függ, hogy melyik irányba tekintünk. Ez az aranykapu nem más, mint a hiádok és a plejádok. Ezek Atlasz Istennek a lányai, féltestvérek. A plejádokat úgy is szoktuk hívni, hogy a hét csillag, tehát a testvérek, és ami a hiádokat illeti, azok az eső csillagai. Tulajdonképpen itt nem pontosan az esőről van szó, hanem a hiádoknak a könnyeiről. A hiádoknak volt egy fiú testvérjük, Hia, akit egy oroszlán megsebzett, és Hia meghalt. A hiádok, tehát a lány testvérek nagyon szomorúak és sírnak. Tehát ez tulajdonképpen a könnyekre utal. Mégis úgy hívjuk őket, hogy az esőnek a csillagai, hiszen szimbolizálják a mi földünkön az esőt. De itt könnyekről van szó tulajdonképpen. És amikor így ide érkezünk az aranykapuhoz, ahol a hiádok és a plejádok vannak, az a fontos, hogy a mi saját életünkben megváltoztassuk a könnyeket, ami ne a szomorúságra utaljon, hanem az örömnek, a vidámságnak a könnyeire.
És ez most így érezhető lesz ezen a teli hold napon, hiszen a teli hold ott van a hiádok közelében, eléri az aranykaput az ekliptikán. Mint említettem, ezen az estén tartok egy teli hold szertartást, a téma az a szerelem, a belső egyensúly, a nyugalom, a harmónia, a gyógyító erő, hogy legyenek tervek, legyen egy új irány, ami megvalósítható, hogy legyen meg a hit ebben, hogy ez megvalósul, azon kívül, hogy a könnyeinket megváltoztassuk, hogy lezárjuk azokat a témákat a múltból, ami szomorúságot vált ki nálunk, és ez a megújulás, ez az új irány más könnyeket vált ki nálunk, az örömnek a könnyeit, a vidámságnak a könnyeit. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!